Döntések, elkezdték a testületi ülés előkészítését az önkormányzat szakbizottságai, voksolás paks készen áll a 2022-es választásra, elismerés érmeket kaptak az óvodások a sikeresen teljesített úszás órákért. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hétfőn elkezdték a napi rendi pontok megtárgyalását az önkormányzat szakbizottságai. A testületi ülés előkészítéseként döntés születik a héten többek között a 2022. évi költségvetésről, új kiemelt fejlesztési területek kijelöléséről, településrendezési eszközök módosításáról, a humánpolitikai, a jogi ügyrendi és pénzügyi, a városépítő, valamint a gazdasági bizottság üléseiről részletesen is beszámolunk a szerdai, a csütörtöki, valamint a pénteki híradóban. A jövő heti képviselőtestületi ülést a Telepaks élőben közvetíti, február 15-én 14 órától. Paks készen áll a 2022-es választásra, Tolna megye 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsága felállt, megtartották az alakuló ülésüket hétfőn. A tagok dr. Bencsik Lajost választották meg a választási bizottság elnökének és dr. Potocki Ivánt elnök helyettesnek. Az első munkaülésüket február 16-án tartják meg. Tehát akkor javaslatot tett a Bedecs Ferenc korábbi elnök utódjaként dr. Bencsik Lajosra, mely javaslatot én támogatom. Abszolút, jó? Szuper. Akkor szavazni kell. Szavazzon a bizottság. A Tolna megye 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság hétfő délután tartotta meg alakuló ülését, ahol számos fontos kérdésről határoztak a tagok, mondta dr. Blazsek Balázs, címzettes főjegyző, a helyi választási iroda vezetője. Mindazon kérdésekben döntött, amit a választási eljárásról szóló törvény előír. Egy ilyen alakuló ülésen megválasztotta a választási bizottság az elnököt, elnök helyettest, döntött a bizonyos hatáskörök elnökre való átruházásáról, valamint egyebekben megállapította a lehetséges következő ülések idejét. Tehát megválasztották dr. Bencsik Lajost a választási bizottság elnökének, dr. Potocki Ivánt a választási bizottság elnök helyettesének. A tagok a hétfői alakuló ülésen döntöttek arról is, hogy bizonyos eljárási, kijavítási, áttételi hatásköröket az elnök személyére ruháznak át, hogy ne kelljen folyamatosan üléseznie a bizottságnak. Megegyeztek abban is, hogy várhatóan február 16-án már sor kerül az első rendes munkaülésre, ahol már várhatóan jelölteket is nyilvántartásba fognak venni, hiszen 12-től elindul az ajánlásgyűjtés. Nagy valószínűséggel az pár nap alatt a nagyobb jelölőszervezetek befejezik, és így 16-án már nyilvántartásba is tudja venni a választási bizottság ezeket a jelölteket. Azt egyelőre nem tudni, hogy hány jelölt lesz Tolna megye 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületben. Egyes becslések szerint több mint 15. A bizottságnak az lesz az egyik első feladata, hogy a jelölteket nyilvántartásba vegye. Dönteni fognak a szavazólap adattartalmáról, az azon lévő sorrendről, sorsolás útján, és ugye ne felejtsük el, egy időben lesz a népszavazás is. Bármilyen olyan jogorvoslati kérésben, panaszban, amely fölmerülhet, nem akarok tippet adni senkinek, ezért nem mondom. Ezekben a választási bizottság dönt, amit a hatáskörébe utalnak. Ezt követően pedig ugye a legfontosabb napok következnek, a választás, utána pedig az eredmény megállapítása, illetve a mandátum levél kiadása. Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3-ára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. A szavazással kapcsolatos legfontosabb információk már elérhetőek a választás.hu oldalon. A 2021-es esztendő feladataira és eredményeire tekint vissza a két paksi atomenergetikai cég vezetője és a Paks 2 projektért felelős miniszter az idei első Szinergia magazinban. A stúdióban Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója és Lenkei István, a Paks 2 Atomerőmű ZRT vezérigazgatója értékeli a tavalyi esztendőt. Tájékoztatójukat követően Süli János miniszter mondja el gondolatait, többek között arról, hogy az atomerőműnek köszönhetően a város és a térség kivételes helyzetben van. A Paks 2 projekt a garancia arra, hogy ez a következő évtizedekben is így maradjon. Duna-Iddal kinyílik a két régiónak a kapcsolata, a Duna-Tisza köze és akkor Paks térsége. Ez is egy nagyon fontos. Az is fontos tisztázni, hogy ugye a finanszírozási szerződést most
28-án, január 28-án jogerőssé vált ebben mindkét parlament, a Dumának, meg a Magyar Parlamentnek is kellett jóváhagyása, tehát elnöki jóváhagyás. Ez kimondja, hogy 29-30-ban nekünk a kereskedelmi üzemre alkalmas blokkot átad, és 31-től fogunk törleszteni. Tehát az, hogy majd az unokáink is nyögik ennek a törlesztő részletét, nem igaz, mert a két blokk által megtermelt villamos energiából fogjuk tudni fedezni az erőműnek a költséget. És hogy már a Brüsszel Bizottság is, amikor elemezte annak idején, 17-ben megadta az építést, kimondta, hogy ez profitot fog termelni, 7,35% profitot, most ha újra számítanák, akkor nem tudom, hol tartanák, májusban egy 8,4%, tehát tulajdonképpen megyünk előre, megvan a feltétele, a gazdasági feltétele, hogy haladni tudunk, és megvan az engedélyeket, pedig folyamatosan meg fogjuk kapni. Itt az a legfontosabb, hogy olyan engedélyt kapjunk, amivel meg is fogjuk tudni építeni az erőmet. A stúdióban a társaságok kommunikációs igazgatói is jelen lesznek. Az elmúlt napokban lehetőség volt arra, hogy nézőink és a két társaság munkavállalói kérdéseket intézzenek a stúdió vendégeihez. A beérkezett kérdéseket a cégek kommunikációs igazgatóinak közreműködésével ismertetjük, és kaphatnak válaszokat rájuk az érdeklődők. 2022 első Szinergia magazinja kedden 19 óra 15 perckor kezdődik. A műsor ezt követően teljes egészében visszanézhető lesz a telepaks.hu oldalon. Elismerések a fél év végén óvodás gyermekek vehettek át jutalomérmeket Paks polgármesterétől. A városvezető az úszás oktatókkal közösen így ismerte el a kicsik elmúlt fél éves fejlődését, a medencében nyújtott teljesítményét. Szabó Péter a keddi éremátadón úgy fogalmazott, fontos, hogy a fiatal korosztály elsajátítsa az úszás alapjait. Ezt a városvezetés az atomerőművel közösen teszi lehetővé a tanúszodában. Hátonsiklás a vízen, kedden délelőtt a delfin és a kiskacsa csoport gyakorolt a paksi tanúszoda medencéjében. Voltak, akik rutinosan végezték a feladatokat, hiszen az elmúlt fél évben már elsajátították az úszás alapjait. A mai foglalkozás célja az volt, hogy a szülőknek bemutassuk, hogy mi az, amit megtanultak a gyerekek a fél év során. Tehát az én csoportom, a delfin csoport, mi ugye megtanultunk siklani, háton hason, lábtempó, gyors lábtempó, illetve most már a gyors kartempót is elkezdtük a gyerekekkel. A fél év most véget ért az óvodások számára, az utolsó úszás oktatásra február 8-án került sor. Ez nem csak arról szól, hogy megtanuljanak úszni, hanem arról, hogy megismerjék a víznek a veszélyeit, a lehetőségeit, a törvényszerűségeit, és hogy a későbbiek során ugye ezzel tudjanak számolni, és remélhetőleg ugye az úszás tudásuk is fejlődik. Sorakoznak a gyermekek a medence lépcsőjén, láthatóan elfáradtak az oktatás végére. Az utolsó úszás óra kedden rendhagyó volt, a kicsik Paks polgármesterétől érmet vehettek át a fél éves teljesítményükért. Szabó Péter szerint fontos, hogy a fiatal korosztály elsajátítsa az úszás alapjait. Ezt a városvezetés az atomerőművel közösen teszi lehetővé a tanúszodában. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a paksi fiatalok, óvodások, iskolások, jelen esetben ugye az óvodások, legalább egy olyan úszásoktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az úszásnak az alapjait, hogyha esetleg a későbbiekben strandra mennek, Dunára mennek fürdeni, akkor nagy magabiztossággal tudjanak úszni. Szóval én ezt nagyon fontosnak tartom. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy mi ezt a lehetőséget biztosítjuk számukra, a Paksi Atomerőművel együtt, ebben a tanúszodában, hogy itt tudnak az ovisok fél évente csoportonként jönni és úszni. A mostani fél év során 120 kisgyermek teljesítette sikeresen a feladatokat a medencében. A Paks ponttal karöltve a városvezetéstől és az úszás oktatóktól mindegyikük megkapta a jutalmat érte. Száz 79-re kikapott az atomerőmű Ese férfi NB1-es kosárlabda csapata, idegenben a Szedeák ellen. A piros-kékek a vereséget követően továbbra is a tabella 13. helyén állnak.
A Tisza partján vendégszerepelt az atomerőmű ESE NB1/A csoportos férfi kosárlabda csapata. A komoly téttel bíró találkozóra nem a legjobb előjelekkel utazott a paksi csapat, kisebb-nagyobb sérülések, betegségek miatt közel sem ideális körülmények között léptek pályára a piros-kékek. Egy CDA-k közelivel indult a mérkőzés, Brown egyenlített, de rögtön érkezett egy szegedi tripla. Kimaradt néhány paksi támadás, a hazaiak viszont nem hibáztak, egy 7-0-ás szériával 20-14-re léptek el. A második negyedre már 32-24-et mutatott az eredményjelző. Az ASE időt kért, majd Brown 2-3-asával 33-30-ra jött fel az atom. Zsolya közelije után 2 pontra csökkent a hátrány, de a hazaiak egy közeli és 3 távoli kosárral 13 ponttal elléptek. Goins 3-asa szépségtapasz volt a végén. A harmadik felvonás nagyon rosszul indult, elhúzott a Szeged, az 5. percben már 64-41-re vezettek. Az utolsó negyedben sem vett vissza a lendületéből a hazai gárda, könnyedén szerezték a pontjaikat. A végeredmény CDA-k, atomerőmű ESE 179. Azt mondanám, hogy nem a legnagyobb problémánk a mai vereség, mert az nyilvánvaló, hogy nekünk nagyobb bajunk van, mert hogyha ilyen hozzáállással játszunk, vagy ilyen hozzáállással, amivel kell játszani, játszunk csak 8 vagy 20 percig, ez sajnos nem elég nekünk. Jelenlegi helyzetünkben egy 40 perces meccsen több mint 40 percig kell maximumot nyújtani koncentrációban, hozzáállásban, energiában. Utána lehet beszélni erről, hogy milyen fajta játékkal és védekezéssel esetleg meg tudjuk nyerni a mérkőzést, úgyhogy küzdünk ezzel a problémával, nagyon bízom benne, hogy sikerül majd megtalálni a megoldás. Az atomerőmű ESE legközelebb hazai pályán a Kecskemét együttesét fogadja. A mérkőzést február 12-én rendezik a Gesztenyi és úti sportcsarnokban. Kedden este felhős idő valószínű, csapadék nem lesz. Késő éjszaka a nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +8 fok között alakul. Szerdán napközben csökken a felhőzet, majd a déli óráktól túlnyomóan derült napos idő várható. Csapadék nem lesz, a nyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet +13 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!